Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 3 góllal verte a Dunai Várost a kisvárdai női kézilabda csapat. Országos döntőben játszik a hétvégén a megyei labdarúgó válogatott. A hétközi BL meccs után vasárnap a Vasast fogadja a Fátum Nyíregyháza. Már 13 bajnoki győzelemnél tart a Sunshine Nyíkse. Megszerezte 6. bajnoki győzelmét a kisvárdai női kézilabda csapat. Bakó Botond együttese az NB1 13. fordulójában 29-26-ra verte a Dunai Várost. A két együttes gyakorlatilag azonos mutatóval várta a mérkőzést, és a látottak igazolták is a statisztikát, az első fél időben fejfej mellett haladtak a csapatok. Igaz, szinte végig a vendégek vezettek 1-2 góllal, de a szünetre már 13-13-as állásnál vonultak le a játékosok. A folytatásban is ragaszkodtak egymáshoz a felek, egészen az utolsó 5 percig. A hajrában a hazaiak néhány kivédekezett dunaújvárosi támadás után gólt tudtak lőni, és ezzel el is döntötték maguk javára a találkozót. 15. nap volt most az 5. mérkőzésünk, és az elmúlt időszakban voltak hiányzóink. Féltem, illetve hát nem is féltem, tartottam attól, hogy milyen állapotban leszünk a mai meccsen. Nyilván mindent megtettünk, hogy lehetőleg frissek legyünk, és jó állapotban lépjünk pályára. Szerencsére Luca is felépült, és segíteni tudott a csapatnak. Hozzátett a játéknak, a játékhoz mindezeken egyre nagyon tompán és lassan kezdtük az első fél időt. Kellett egy jó 20 perc, amire fölvettük egy kicsit a ritmust, és megtaláltuk a tempóját a mérkőzésnek, viszont az első fél időben végig az átlövőink tudásuk alatt teljesítettek, nem tudtunk gyakorlatilag a távoli zónákból csak 1 gólt lőni. Ez a második fél időben megváltozott, a Juhász Grétától jöttek az átlövések, illetve Szacsa Karnik Szabina is megtalálta az átlövéseket. Azt gondolom, hogy a védekezésünk sokkal stabilabb lett, tényleg középen rengeteget ütköztünk, rengeteget dolgoztunk, és végre megtaláltuk a beálló és a befutásokból történő lebontások ellen a védekezésünket. Erre azt gondolom, hogy egy jó tempójú lerohanást tudtunk felépíteni, a Bóti Frozsina jó tempóban vitte fel a labdákat, jól találta meg a réseket, indultunk, gólokat lőttünk, úgyhogy igazából a második fél idő az már egy mi szempontunkból egy sokkal jobb fél idő volt, és tetszetősebb fél idő volt. Én azt gondolom, hogy ebből a 15 napból pozitívan jöttünk ki, és jól jöttünk ki, jó ritmusban vagyunk, most van 2 hetünk, egy picit frissülni. Bízom benne, hogy viszont ezt a lendületet nem veszítjük el, ezt folytatnunk kell, hiszen most jó menetelésben vagyunk, tényleg jó állapotban is vagyunk, nagyon jó a csapategység, a hangulat, úgyhogy tényleg minden klaffol, és gratulálok a csapatnak, mert tényleg szépen dolgoztak és fegyelmezettek voltak. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon nehéz és kiélezett mérkőzést játszottunk a Dunai Várossal, főleg az első fél időben, illetve a második fél idő első 15-20 percében. Nagyon örülök, hogy csapatként tudtunk funkcionálni, és tényleg az utóbbi 2 hétben ezt az utolsó mérkőzésünket így itthon tudtuk tartani a 2 pontot. Büszke vagyok a csapatra. A vendégek edzője szerint egy nyerhető mérkőzést veszítettek el. Sikerült saját magunkat megverni. Az első fél időben volt egy 4 gólos előnyünk, ahol utána zicsereket hagytunk ki, labdákat adtunk el, fél időben ugye már X volt az eredmény, a második fél időben pedig egy-két ember elfelejtette, hogy milyen rendezvényen van, és hogy NB1-es kézilabdázó, és ami 2 dolgot nem tud megjegyezni egy időkérést követően, hogy mi lesz a következő játék a csapatnak, addig nincs miről beszélnünk. Ebből ugye eladott labdákat csináltunk, és a visszarendeződésünk pedig gyenge volt ott a középső zónában. Volt itt egy 4-0-as szériája a Kisvárdának, az ott megpecsételte a sorsunkat, fölpult a védelmünk, kaptuk az átlövésgólokat, nem volt kapus teljesítményünk az első 10 percet leszámítva, úgyhogy nagyon sok összetevője van ennek a vereségünknek. Dolgozunk tovább, bízom benne, hogy visszatalálunk a helyes útra. Először is gratulálnék én is a Kisvárda csapatának, abszolút sajnos, de megérdemelten tartották itthon a 2 pontot. Azt gondolom, hogy a második fél időben nagyjából úgy nem sok közünk volt a kézilabdához, azt, amit megbeszéltünk, abból semmit nem tudtunk végrehajtani.
Abban múlt föl a Várda minket, hogy ők csapatként funkcionáltak, tehát ott mindenki hozzátette a kis plusz dolgát, elől, hátul, kapus, beálló, szélső, mindenki úgy tett hozzá, mi megküzdködtünk, nyilván gondolom ezt találták ki ellenünk, vagy ezt akarták erőltetni, hogy ott bent küzdködjünk meg szenvedjünk meg a gólokért, passzívig játszunk, ez nem a mi stílusunk, ezt mi nem bírjuk el, nem futunk vissza a hibák után, tehát így nem hagy idegenbe egy Kisvárdát, így senkit nem fogunk tudni megverni. Remélem én is, és bízom benne, hogy visszatérünk egy olyan útra, ami járható, és amit elkezdtünk, hogy a munkából lesz majd valami, mert ez így nagyon pocsék egyelőre. A bajnokság első körét követően a 24 pontos hibátlan Győr áll a tabella élén, megelőzve a 22 pontos Ferencvárost. A Kisvárda 6 győzelemmel, 1 döntettennel és 6 vereséggel, 13 ponttal a 7. helyen várja a folytatást. Rengeteg sérültünk van, és azért idő kellett, hogy összerázódjon a csapat. 6. helyen vagyunk, 6.-7. pozícióban vagyunk azonos pontszámmal az MTK-val. 2 pontra van tőlünk az 5., 3-ra a 4., mögöttünk is szoros ugyanígy a tabella, úgyhogy én azt gondolom, hogy ahogy a szezon előtt is mondtam, hogy a bajnokság közepét szeretnénk valahol végezni, az, hogy a tavalyi szezonhoz tudjunk előrelépést mutatni és fejlődést mutatni, az ebben a fél évben szerintem megtörtént, és azt mutattuk, hogy ebből megvalósulhat valami, viszont azért még nagyon hosszú a bajnokság, még sokat fogunk dolgozni, és hogyha tovább tudjuk a játékunk minőségét javítani, akkor azt gondolom, hogy tudunk ennél még jobb teljesítményt is nyújtani. Bejutott a labdarúgó megyei válogatottak országos tornájának döntőjébe a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapat. A Lukács Tibor Kis Tamás edzőpáros által irányított együttes a hétvégén Balatonalmádiban a Baranya megyei együttes ellen lép pályára a torna elődöntőjében. Hajdúszoboszlón volt a selejtező torna. Hát a felkészülésről sokat nem tudunk beszélni, mert ugye egy edzésünk és egy edzőmérkőzés állt a rendelkezésünkre. Nagyon nehéz időszak ez, hiszen a megyei csapatok itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mindenki most kezdte el a felkészülést, és így picit nehéz volt a játékosokat behívni. Picit fájó szívvel is engedik el ilyenkor, nyilván az edzők, ugye benne van sajnos a sérülés veszély, most jöttek vissza a pihenőről, még nincsenek olyan állapotban, de így szeretném megragadni az alkalmat, hogy minden megyebeli csapatnak, illetve vezetőnek, edzőnek megköszönjem, hogy rendelkezésünkre adták a játékosaikat. Maga itt a selejtezőről ugye úgy vágtunk neki minden egyes tornának itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei válogatott, hogy természetesen az a célunk, hogy megnyerjük, illetve bejussunk az országos 4-es döntőre. Hál' Istennek ezt most abszolút tudtuk abszolválni, hiszen veretlenül, illetve kapott gól nélkül nyertük meg a tornát. Minek köszönheti ez a jó szereplés? Jelentette esetleg némi plusz motivációt az, hogy legutóbb a zöld asztal mellett vették el a csapattól a döntőben való szereplés jogát gyakorlatilag. Igen, abszolút azt érzem, hogy azért valamilyen szinten egy plusz motiváció volt, hiszen a 2 évvel ezelőtti keretből most is azért 5-en abszolút a 18-as keret tagjai, és pont a Heves megyeivel kezdtük az első mérkőzést, ahol a csapatnak fel is hívtuk a figyelmet, a csapatnak a figyelmét fel is hívtuk arra, hogy 2 évvel ezelőtt azért a zöld asztalnál vették el tőlünk a torna győzelmet, és mindenki úgy állt bele a mérkőzésbe, hogy maximális koncentráció a figyelemmel és odaadással, és ez vissza is jött a pályán. Ugye ez, én úgy gondolom, hogy a torna során talán ez volt a legnehezebb mérkőzésünk, ez igazi kiki mérkőzés volt, de egy nagyon fegyelmezett játékkal sikerült 1-0-ra megnyerni a mérkőzést. Aztán a másik 3 mérkőzésen már abszolút azt láttuk, hogy mint csapatként, mint játékban egyre inkább összeért a társaság, és abszolút ennek köszönhető volt, hogy mind a 4 mérkőzést nagyon magabiztosan tudtuk nyerni. 8 csapat adja a játékos keretet, vagy 8 csapatból áll össze a játékos keret. Ez a gyakorlat, vagy másút inkább egy-egy csapatra építik a válogatottat? Ez abszolút változó, ez inkább nyilván, ha azt nézzük, hogy minél kevesebb csapatból is több játékosok vannak, az kicsit talán megkönnyíti a helyzetünket, hiszen akkor több játékos jobban össze van érve, és jobb a kapcsolatuk, de ez nálunk abszolút nem lehetett észrevenni, hogy 8 csapatból voltak játékosok, hiszen mindenki nagyon jól ismeri egymást, és abszolút nagyon jól alkalmazkodtak egymáshoz, és hamar tényleg azt tudom mondani, hogy csapatként tudtunk együtt dolgozni.
ha valaki bármilyen válogatottban szerepel, az megtiszteltetés. Hogy érzed, ezek a srácok annak ellenére, hogy amatőr válogatottról és egy megyei válogatottról van szó, átérzik annak a jelentőségét, hogy képviselik az egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei futballt? Igen, abszolút átérzik, és ezt is többször is hangsúlyoztuk a Tibivel, hogy nekünk is ez a véleményünk erről, hogy bármilyen válogatott legyen, az úgy gondolom, hogy mindig egy megtiszteltetés, és nem beszélve arról, hogy kiemeltük ezt is, hogy itt amatőr futballról beszélünk, de itt 2-3 napig abszolút profiknak érezhetik magukat, hiszen nem kell semmi mással foglalkozniuk, csak a futballal, és abszolút átérzik a súlyát, és tényleg megtiszteltetésnek veszik, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét képviselhetik. Lukács Tibor, te amit tetted vele, vezetitek ezt a csapatot, milyen a munkamegosztás, az eredményeket tekintve tökéletesen működik? Abszolút, nagyon jó a munkakapcsolatunk Tibivel, ugye ő egyébként a vezetőedző, én vagyok a segítője, de mindenben közösen hozunk álláspontot, illetve mindent megbeszélünk, de természetesen az utolsó szó, mint a vezetőedző révén így az övé. Két meccset biztosan játszik a csapat, hiszen a négyes döntőben lesz egy elődöntő, majd egy döntő és a bronzmérkőzés, ezek már 90 perces meccsek. Tudtok-e még egyáltalán a hétvégéig edzeni? Szerettünk volna még a pénteki elindulás előtt egy edzést beiktatni, az még kiderül esetleg, hogy lesz a pálya, vagy nem lesz, de nyilván próbáljuk fel térképezni ellenfeleinket. Ugye a Pest megyéről ott már több videót is megnéztük, a Baranya megye, illetve a Komárom-Esztergom kicsit még fekete ló, mondjuk a Baranya megyéről annyit lehet tudni, hogy például a 2 évvel ezelőtt is ők nyerték meg, és abból a keretből most is 11-en a mostani keretnek is tagja, ez biztos, hogy nagy előny, illetve ők évről évre ott vannak a négyes döntőbe, úgyhogy a Komárom-Esztergomról, arról kevesebbet tudunk, de természetesen minden információt megpróbálunk addig is begyűjteni, és úgy szeretnénk majd a mérkőzésekbe belemenni, hogy a játékosoknak olyan információkat tudjunk átadni, ami mindenféleképpen segítség lesz a pályán. Nem lesz közel a döntő, ugye Balaton-Almádiban rendezik, szurkolókra akár családtagokra is számíthat el a csapat. Ugye Balaton-Almádiból lesz a négyes döntő, Balatonfüreden lesz a szállásunk, de már hallottam pár ismerőst információt, hallottam, hogy valószínűleg leutaznak, és azért egy-két Szatmár-Bereg megyei szurkoló azért képviselheti majd magát a négyes döntőn is. Sűrű lesz a február a Fátum Nyíregyháza számára. Németh Szabolcs együttese a Kaposvár és az Újpest elleni győzelemmel hangolt a Chemikpolis elleni Bajnokok Ligája mérkőzésre és az azt követő folytatásra. 2 győzelemmel a Kaposvár és az Újpest elleni sikerre hangolt a csapata a bajnoki folytatás és a BL folytatásra. Hogy értékel ezeket a meccseket, kezd visszatalálni arra az útra a csapat, amit szeretnétek? Én nagyon önbizalommal vagyok telítve, én azt mondom, hogy igen. De ezt majd a végén fogom tudni pontosan megmondani, hogy meddig tart ki ez a lendület. Én most tényleg azt érzem a csapaton, hogy nagyon együtt vannak, mint morálisan, mint a játék elemeket nézve. Ugye értelem szerint ugye ez nem az a játék, amivel megelégszünk, amivel majd bajnokságot lehet nyerni. Ezt még finomítani kell, majd élesebbé kell tenni, de egy nagyon-nagyon magabiztos alapjátékról tettek tanúbizonyságot a lányok ezen a két meccsen. Ott az Újpest mérkőzésen volt egyfajta rövid zárlat, amikor úgy nem megfelelően reagáltunk az Újpest változtatására, de én úgy gondolom, hogy abban a 3 szedben, amikor sikerült őket megverni, azt nagyon szépen kontrolláltuk és vittük, és a mi akaratunk érvényesült a szetteken belül, és így ezáltal a mérkőzésen belül. Az Újpestről tudtuk, hogy egy nagyon szívós fiatal csapat, ők már tavalyi évben is bizonyították, hogy ebbe az időszakában a bajnokságnak szépen felfelé velő tendenciát mutatnak, ráadásul hazai pályán játszottak, még nagyon nehéz mérkőzés számítottunk, így is volt. Nekünk jól kellett röplabdázni ahhoz, hogy ez a mérkőzés ilyen végkimenetelű legyen. Ez az Újpest a lehető legjobban nehezítette meg a dolgunkat. Hál' Istennek azokban a szettekben, amiket sikerült abszolválnunk, azokban szépen közé tudtuk tenni azt a különbséget, ami a két csapat között jelenleg van. Erre kell alapozni. Ennek kell a mi stabilitásunknak lenni, ennek kell az utazósebességünknek lenni, és ezt kell a lehető legtartósabbá tenni, és akkor ezáltal fogunk tudni magabiztosan mérkőzéseket nyerni. Most ez a február hónap, ez egy nagyon kemény hónap lesz, bajnokok ligája mérkőzések, nagyon komoly téttel bíró bajnoki mérkőzések, nekünk ezt a február hónapot nagyon keményen meg kell tolni, ami ezzel nagyon szépen meg tudjuk alapozni majd a playoffban elfoglalt pozíciónk. Tehát, hogy ami alapszakaszban elfoglalt pozíciót, az majd nagy
nagyon rá fogja nyomni majd a playoffra a bélyegét, mert ugye azok a pozíciók, amiben indulunk, az majd egy elődöntő és egy döntő esetén az nagyon-nagyon befolyásoló lehet, hogy az ember hazai pályán tudja kezdeni a mérkőzéseket. Ez még egy későbbi fázis, de még egyszer mondom, ezt most februárban tudjuk megalapozni. Már ez a hét is, a hét második fele is sűrű lesz. Csütörtökön következik a Kemik Police elleni BL mérkőzés, most már nem ismeretlen ez a sorozat számotokra. Mire számíthatsz így némi tapasztalattal felvértezve? Egy nagyon stabil és egy nagyon erős gárda érkezik hozzánk, viszont mi is némileg átalakultunk. Azért a kezdőcsapatba érkeztek játékosok, ez már azért látszódott a játékunkon is, hogy egy kicsit stabilabbá vált, egy kicsit élvezhető volt belülről leginkább, amit a játékosokon érzem, és ez azért a közönségnek is szembetűnő lehet. Szeretnénk a lehető legjobban megnehezíteni a dolgukat, és ezáltal készülni a vasárnapi rangadóra. Ez nem azt jelenti, hogy mi ezt a mérkőzést ezt úgy kezeljük, hogy játszunk egy jó meccset a Hemik Police ellen, és akkor övé ki a győzelem. Nem, hogyha az a játék, amivel elő tudunk rokkolni, az győzelemre elegendő, akkor nagyon boldogok leszünk, hogy azt a mérkőzést is sikerül megnyerni. Ez a cél, minden mérkőzést szeretnénk megnyerni, viszont reálisan kezeljük, hogy ez a gárda azért jóval előttünk tart. Még egyszer mondom, készülünk rájuk lelkiismeretesen, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a védekezésünkre, abból való visszatámadás. Ez egy nagyon-nagyon gyors játékot játszó, nagyon támadó stílusú csapat, akit majd csütörtökön láthat a kilátogató közönség. Nagyon-nagyon komoly sok extrára lesz szükség ahhoz, hogy meg, de én hiszem, és a játékosainkat erre készítjük föl, hogy erre képesek legyenek. Én nagyon remélem, hogy ez a mérkőzés bármilyen eredménybe fog végződni, ha győzelem, ha ne adj Isten vereség, és akár, de az egy nagyon pozitív impulzusokkal, az egy olyan energiát fog nekünk adni vasárnapra, hogy azt a bajnoki mérkőzést győztesen tudjuk majd lehozni, és onnantól kezdve tudjunk majd a továbbiakra, mert még egyszer mondom, a február az egy nagyon kemény, és nagyon sok tételbíró hónap lesz. Ezt a játékosok teljes mértékben átérzik, és így készülnek nap mint nap. Egy százaléknyi energiát nem hagynak magukba. Ezt is próbáljuk meg belőlük kihozni, mert csak így kemény munkával fogunk tudni majd a végén odaérni, amit elterveztünk még az év elején. Most már én úgy gondolom, hogy ténylegesen lehet arról beszélni, mert a gárda úgymond morálisan összeállt, és ez a legfontosabb, hogy morálisan megtalálták egymást, nincsen széthúzás, egy irányba megy a vezetőség, a stáb és a játékosok közül mindenki. 3 hónapról van szó, 3 hónap alatt meg lehet alapozni a jövőt. 13 győzelemnél tart a Sunshine Nyikse. Kovács Tibor együttese legutóbb a Tiszakécske ellen nyert idegenben 85-41-re. A betegségek, sérülések, egyéb elfoglaltságok miatt megtizedelődnek a csapatok, kevesebb létszáma tudnak kiállni. Mi igazából az amatőrizmus miatt tanulmányi, munkahelyi és részben sérülés okozta problémákkal küzdünk, és egy hétfő esti mérkőzés idegenben az nem mindig fér bele így mindenkinek a programjába, még akkor is, hogyha előre látható volt. Ez egy kicsit a mentegetőzés, de részben, illetve hát majdnem mindenki részéről ez igazolt hiányzás volt, és nem akartuk elhalasztani a mérkőzést egyrészt a sportszerűség miatt, másrészt a versenynaptár sűrűsége miatt sem. Ehhez képest nagyon magabiztosan nyerte a találkozót a csapat. Egy nagyon jó első negyed és egy nagyon jó harmadik negyednek köszönhetően. Voltak, akik a rutint képviselték Nyíregyházi oldalon a pályán. Abszolút reális ez a több mint 40 pontos győzelem így. Igazából egy filmbeli mondattal próbáltam a fiúkat, hogy most kell a vitézség fiúk címmel feltüzelni, vagy részben egy picit bíztatni a csapatot, a kevés létszám miatt is, de hosszabb pályafutásom alatt kaptunk mi már ki 6 emberrel, és az ellenfél megjött, 6-an melegítettek, mi 12-en, és mégis vereség volt a vége. Igazából összeszedetten jól játszott a csapatunk, megfelelő komolyságot, megfelelő koncentrációt kértünk az első pillanattól, és nagyrészt így is működött, és az első negyedben már mondhatom olyan előre tettünk szert, ami végig kitartott. A 7 játékosunk mindegyike pályára lépett, kellő mennyiség időt töltött a pályán, részben célunk is volt, mert csütörtökön újabb meccsünk következik, és részben pihentetni is szerettük volna a pályán lévőket, vagy a kevesebbet játszókat, de én úgy gondolom a papírforma alapján is, de a teljesítmény alapján is megérdemelt volt ez a siker. Sunshine Nyikse vezeti a csoportot, mindössze egy vereséggel, csütörtökön
a Deac 2-höz utaztok. Két veresége van a Deacnak, ez egy elhalasztott mérkőzés. Milyen találkozóra lesz számítani, és milyen létszámon utaztok, mert a 7 ember alig, hanem ide kevés lehet. A tabellára nézve hétről hétre változnak az eredmények. Olyan papírforma eredmények borulnak fel, akár a Békés Csaba veresége, akár a Deac 2 veresége, akár a Szolnok veresége. Tehát oda kell figyelni minden mérkőzésre, és mi ezt a szisztémát követjük, hogy túl messzire nem figyelünk, és nem tervezünk csak úgymond szűk berkeken belül. Mindig a következő meccsre is ez elcsépert frázis lehet, de tényleg így van, mert a munkai elfoglaltságok, sérülések, betegségek azért keresztül húzhatják ezt. Igazából most már egy pont előnnyel, tehát egy vereséggel több van az ellenfeleknek, pont ahhoz a Debrecenhez utazunk, aki mögöttünk van a táblázaton, és már évek óta gyűrjük egymást, közel azonos képességű csapatokról van szó. Az ottani utánpótlás képzés, illetve a magasabb osztályban való szereplés miatt több olyan játékosok van, akik már harcedzett rutinos játékosként szerepelnek ebben a mezőnyben. Mi ezt megpróbáljuk a szervezettséggel, az edzettséggel pótolni, eddig sikerült. Bízunk benne, hogy azért többen megyünk el, és talán egy sérült játékosunk kivételével teljes csapatot tudunk elutazni Debrecenbe. Egy ilyen ellenféllel szemben, amelyet már ismertek, nem először játszottak, és mint említettet képzett játékosok alkotják a csapatot, milyen lehet a jó taktika? Igazából több minden lehet. Próbáljuk az ilyen ellenfeleket elsősorban futásra kényszeríteni, tehát olyan iramot diktálni a mérkőzésen, ami lehet, hogy az elején még nem, de a játék második felében kiütközhet a különbség. Ha mozgásban tartjuk az ellenfelet úgy támadásban, mint védekezésben, azok a pontosságok, amik az első fél időben jelzik a dobásokat elsősorban, mert nagyon jó kezű játékosokról van szó, bízunk benne, hogy egy kicsit a gyengébb állóképesség miatt, illetve hát a visszarendeződések a támadásbeli koncentráció miatt a második fél időben már pontatlanabbá válnak, és ezzel szeretnénk élni. Viszont ehhez nekünk is nagyon jót kell teljesítenünk. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra!